Kínai delegáció érkezett ma délelőtt Nagy Kanizsára. A küldöttség nem sokkal a 12 után találkozott Cseresnyés és Péter országgyűlési képviselővel, Balog László polgármesterrel és Bizer András alpolgármesterrel az Erzsébet téren. A résztvevők a találkozót követően közösen vonultak át a Vasemberházba. Az eseményre a Kanizsa Médiaház nem kapott meghívót, bár hivatalosan közgyűlési döntés kötelezi erre Balog László polgármestert. Az egyeztetés részleteiről, eredményeiről kerestük horvát Jácintot. Az éve frakció vezető helyettese elmondta, nem kaptak semmilyen tájékoztatást a látogatás céljáról, holott egy érvényben lévő határozat szerint a város első emberének már három napja be kellett volna számolnia a tárgyalás létrejöttéről. Balog Lászlót e-mailben kerestük, ám a polgármester adásunk pillanatáig nem reagált, amennyiben kapunk tőle választ, azt is közöljük.